Az eredetileg a kismányoki apró népek tánccsoportnak indított tábort, amit immár 4 éve rendeznek meg, már máshonnan érkező gyerekek is látogatják. Nem véletlenül lett ilyen népszerű az egyhetes programsorozat. A régmúlt időket idéző néptánc, az ének, a történetmesélés a mindennapok részeit. Egy ilyen meseszíndarabot próbálunk, és arról szól, hogy vannak a pletykás asszonyok, és mindegyik azt mondja, hogy ő nem pletykál, de mégis, és akkor az arról szól ez az egész, hogy van a Jankó, és akkor elmegy a kocsmába, és azt mondják neki a többiek, hogy az ő feleségük nem pletykás, csak az övé, és azt mondja, hogy be tudja másnapra bizonyítani, vagy másnap estére, és akkor Jankó, amikor hazamegy, akkor ugye lefekszik aludni, és másnap reggel berak egy tojást az ágyának a paplana alá, és reggel jön a felesége, és mondja neki, hogy már a többiek rég elmentek dolgozni, és hogy még mindig az ágyba fekszik, és akkor mondja neki Jankó, hogy vele nagy dolog történt, és akkor mondja neki a felesége, hogy mondja el, mert ő nem mondja el senkinek, és akkor elmondta neki, hogy tojt egy tojást, tyúk tojást, aztán megbeszélik, hogy nem mondja el senkinek, és utána pedig a pletykás asszony elmondja másnak, és az is elmondja, és terjed a hír, és akkor utána a kocsmába elmondják az asszonyok a férfiaknak, és amikor este elmegy a kocsmába Jankó, akkor elmondják neki, hogy mi történt, és akkor elmondta, hogy ő csak egyet, és hogy a többi asszony azok mind hozzátették. Nagyon jó, izgalmas, és sok mindent csinálunk. Barkácsolunk, táncolunk, énekelünk. Akik szeretnének egy hét alatt egy picit belekóstolni a néptáncba, és minden olyan dologba, amit megtervezek. Ebben az évben a tábort a fiú-lány, férfi-női minőségre koncentrálva állítottam össze, és a tevékenységek is, és a táncok is ehhez kapcsolódnak. A tevékenységekben például olyant terveztem, hogy a lányok tésztát készítenek, hogy megtapasztalják, hogy milyen az egy tojás és liszt segítségével egy ebédet elkészíteni, és nem csak egy zacskót előveszek és kifőzöm. A fiúk pedig éppen most takarítják az árkot kint a vizes árkot, tehát ők pedig a férfi minőséget élik meg férfi vezetéssel, tehát ez is fontos, hogy az a minta, az a példa, és a körülöttünk lévő felnőttek mennyire férfiak, mennyire nők. Beszéltünk arról is a gyerekekkel, és sorba vettük, hogy a mai világban mi a női teendő, és a régi világban mi volt, és hogy mennyire változott, hogy egy nő, aki 8 órát dolgozik, plusz 2 órát utazik oda-vissza, szükséges az, hogy a férfi is odaálljon és mosogasson, és esetleg megfőzzön, és besegítsen. Tehát nem úgy, mint a régi világban, hogy az asszony otthon volt, egész nap főzött, és az ember hazajött, és leült az asztalhoz. Tehát ezt is kibeszéljük. Egy kicsit rá segíteni, rá készíteni majd az életre. A kézműves játékok is a hagyományos nemi szerepek alapján kerültek kiválasztásra. A fiúk öntöttek gipszet, amit majd ki fogunk festeni. A lányok keresztemes hímzést, varrott hímzést bekóstolnak bele. Annak is az a célja, hogy előbb-utóbb, ha kézi munkázni szeret, akkor akár egy terítőt, vagy éppen egy székely szedett inget fog majd megvarni. Tehát egy kicsit belemegyünk a hagyományba, egy kicsit belemegyünk a székelységünkbe, mert kismányoknak azért nagyon sok székely van, és ott a székelyek között azok a régi, hagyományos, kézműves dolgok, mint fafaragás, mint varrás, mint szövés,
Ezek fontosak, hogy ezt tovább adjuk, és a gyerekek addig, amíg nem kóstolnak bele, nem ismerik meg, és nem élik meg a tevékenység által azokat az örömöket, és azokat, azt a sikerélményt, akkor későbbiekben nehezebben fog elkezdeni. Tehát 20 évesen nem biztos, hogy oda fog ülni. A szervező elmondta, kicsit tartott tőle, hogy mennyire fogják lekötni ezek a tevékenységek a gyerekeket, de a kicsik nagyon élvezték, és teljesen bele tudták élni magukat abba, amit éppen csináltak. Aztán a sikerélmény sem maradt el. A néptáncos foglalkozások során a bukovinai székelytáncok mellett az erdélyi székelytáncokat is megtanulhatták a fiatalok, ami nem éppen a legkönnyebb táncforma. Ez nem gyerektánc, ez egy nagyon nehéz tánc. És ehhez a tartásuk, a lépésük, az énekek is teljesen mások, mint a bukovinai, de nagyon ügyesek, mert a táncházas énekeket, dalokat, amiket már hallottak akár szülőtől, vagy táncházban, vagy koncerten, vagy bárhol, azokat már úgy ismerik, és szívesen éneklik. Mivel a kislányok nagyon szívesen énekelnek, ezért nem volt nehéz akár hosszabb, gyönyörű hagyományokról szóló dalokat is megtanítani nekik. Hívtunk egy majusi embert, papdomokost, hogy a hegedűjével segítse az énekünket, és ő is hozott olyan énekeket, amit megtanított, és a héten két alkalommal a gyerekek tőle és az ő segítségével tanulhattak éneket. Éneklés közben pedig fonából fonhattak maguknak karkötőket, hímezhettek, vagy akár tésztát is gyúrhattak a lányok. De ezek mellett még egyéb érdekességeket is felfedezhettek. A könyvtárellátószolgálattól kaptunk erre a hétre, vagy kértem erre a hétre kreatív írás előadást, aminek az volt a lényege, hogy az a belső álomvilág, az a belső gyerekkép, hogy ha egy állat lennél, akkor milyen állat lennél, és annak mi a jó oldala, és mi a rossz oldala, úgyhogy ez is volt. A mai napon még jön egy terápiás kutya bemutató, az is lesz, és lesz tábortűzünk is, és táborzárunk is lesz, és Márkus színház, és mesesétáló átadás, ez mind szombaton lesz, úgyhogy hogy elég gazdag, és nagyon aktív a hetünk, és ez tulajdonképpen mondhatni minden táborunkra, ez jellemző. A meghívott helyi idősek pedig meséltek nekik a régi időkről, hogy mivel játszottak a gyerekek annak idején. A szüleim azok bukovinai székelyek voltak, én már itt születtem a menekülés alatt, úgyhogy nem mai gyerek vagyok, ez, mi nem tudtuk gyerekkorunkban, hogy ez hagyomány, vagy micsoda. Nem volt babára pénz, mert egy szegény világ volt háború után, és akkor játszani kellett, hát mivel játszunk a porba, csináltuk a sárba, akármi, sütöttük a pogácsát. Nyáron a mikor már kint volt a kukoricacsőnek a haja, akkor abból babáztunk. Akkor, amikor már az is már elmúlt, már megöregedett, nem volt, akkor csutka babával. És ha az se volt télen, akkor csináltuk a babát magunknak. Hát kellett hozzá egy ág, és megcsináltuk hozzá a fejet. Ennek most szérnából van a feje csinálva, és akkor kezdett, mint valamikor volt a mezőn a madárijesztő, ez pontosan abban a formában készült, és mint gyerekek nem tudtuk, hogy az most játék vagy művészet. Ma már azt mondják, hogy művészet, meg hagyomány. De hát játszottunk, fiú babát is csináltunk, annak megkötöttük a nadrágját, hogy legyen lába, pricses nadrág. Hajat azt úgy rajzoltunk hozzá, vagy belefűztük a cérnát, rávartuk. A tábornak sokan már évek óta visszajáró lakói, mert annyira megszerették ezt a közeget, ahol mindig szeretettel fogadják őket, és rengeteg érdekes dolgot tanulhatnak.